húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az ünnepek ünnepe. Krisztus nem azért vállalta a halált magára és támadt fel a sírból, hogy megkíméljen bennünket a földi élet nehézségeitől, hanem azért, hogy erőt adjon és új célt mutasson, mondta Spányi Antal húsvét vasárnap délelőttjén a Szent Imre templomban. Valami új született. Nem a világnak, de a Krisztust kereső és Krisztust hordozó embernek a lelkében. A béke, a szeretet, a Szentlélektől kapott öröm, a biztosan célba érkező remény. A megyés püspök hangsúlyozta, egyetlen dolog számít, hogy amit Krisztustól kapunk, az továbbadjuk. A húsvéti ünnepkör folytatódik a pünkösdi ünnepkörrel. A húsvét utáni 40. napon, azaz áldozó csütörtökön történt meg Jézus mennybe menetele, majd elérkezett a húsvét utáni 7. vasárnap, a pünkösd. Ez a kereszténységben a Szentlélek kiáradásának ünnepe, és ezzel zárul majd le a megváltás és a tágabb értelemben vett húsvéti ünnepkör.